Emlékszem, ahogy néztem őt, arra gondoltam, hogy hogy fogom ezt elmondani a lányomnak, hogy meghalt. És akkor elkezdtem imádkozni. 2022. május 19-e. Olga a házuk előtt állva egy hangos csattanást hallott néhány pillanattal azután, hogy a veje Nikita elhagyta a házát. Olga a helyszínre rohant, és megdöbbent attól, amit látott. Emlékszem, egy belső hang azt mondta, Nikita nincs többé velünk. Odaértem, megragadtam a nyakát. Elkezdtem keresni a pulzusát, de nem találtam semmit. Tudtam, hogy nincs pulzus, és nincs élet. Olga felhívta a gyülekezetében az imaláncot, majd a 9-11-et. Telt az idő, de életjelek nélkül. Én elkezdtem imádkozni. Életet mondok ki rá, életet. Élet, térj vissza Nikitába, mert tudom, hogy Isten csodákra képes. Az Úr számára nincs lehetetlen. Aztán néhány perc múlva elkezdődött a csoda. Az Úr visszahozta őt. Elkezdett lélegezni, én pedig elkezdtem kiabálni. Lélegzik, lélegzik! Azt mondták, erre rendben, de ne nyúljak hozzá. A mentősök hamarosan elkezdték kivágni Nikitát a roncsokból. Számos életveszélyes sérülése volt. Törött C1-es csigolya, összeesett tüdő, leszakadt lép és traumás agysérülés. Néhány óra múlva a felesége, Ilona, aki második gyerekükkel volt utolsó hetes várandós, az intenzív osztályon látta meg őt. Nagyon nehéz volt. Elkezdtem sírni, és csak fogtam a kezét, és abban a pillanatban nagyon élettelennek tűnt. Úgy éreztem, hogy nem sok élet maradt benne, mert lélegeztető csövek voltak rajtam mindenütt. Az egész világon imádkoztak érte. A család Oroszországban, Ukrajnában és az Egyesült Államokban is imádkozott Nikita túléléséért és gyógyulásáért. Tudtuk, hogy Istenre kell támaszkodnunk. Ő volt az, aki át tudott vinni minket mindezen. Őszintén szólva csak imádkozni tudtunk, és hinni abban, hogy Isten végzi el a munkát. Ilonának a gondolataival kellett megküzdenie, hogy elhiggye, Isten meg fogja gyógyítani a férjét. A férjed nem fog élni, nem fogod látni őt holnap, amikor felébredsz. Meg kell szervezned a temetését. És ilyen gondolatok árasztották el az elmémet. És akkor hallottam az Úr hangját, aki azt mondta, hogy a férjed nem fog meghalni, ne félj, ne félj. És akkor is ott tudtam, hogy Isten szelleme sokkal erősebb, mint az ellenség hangja. Az orvosok azt mondták, hogy Nikita agysérülése miatt több mint fél éves lágylézer kezelésre és hosszadalmas rehabilitációra lesz szükség. Mindezek dacára a következő néhány napban felépülésének jelei felülmúlták a várakozásokat. Olyasmit mondtak, hogy nem értik hogyan, de a bal frontális agyleben duzzanata valahogy lement. Csodálkoztak, hogy milyen jó állapotban volt, és ahogy reagált már a harmadik napon. Ezután volt igazán szükség a hitre, abban, hogy Isten még többet tartogat. Helyrehozza a férjemet, és teljesen meggyógyítja. Mindössze két héttel a baleset után szülte meg Ilonám második gyermeküket. Nikita felépülése olyan jól haladt, hogy letolták a szülészetre, hogy üdvözölhesse újszülött fiát. Végig mosolygott, amíg kezében tartotta, és egyre csak mondogatta, Ezra, 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 végig a nevét ismételgette. Csodák csodájára már két hét múlva kiengedték Nikitát a kórházból, és csak egy hetet töltött a rehabon, mielőtt hazatért, hálás szívvel. A felépülésem Isten ajándéka. Eltört a gerincem, de nem bénultam le. Összeesett a tüdőm, de tudok lélegezni. Megrepett a lépem, de nem kellett kivágni. Annyira hálás vagyok, hogy megengedte, hogy éljek és láthassam a gyerekeim. Megfoghassam az újszülöttem. Ez bizonyság. Azt üzeni vele Isten, hogy ő az én gyermekem, és én tettem ezt vele, mert ilyen hatalmas vagyok. Én feltámasztom a halottat, visszahozom az életbe. Az agysérülést is meg tudom gyógyítani. Elrepett a gerince. Bum, meggyógyítva. Látni azt, hogy az imáink beteljesültek, és Isten mindezt megtette értünk, ez a legnagyobb áldás, ami csak történhetett velünk.
Nagy reménységet adott az, hogy ő a mi békességünk, vigasztalunk, örömünk. Egyedül vele tudunk átjutni ezeken. Csodát csodára halmozva, nem sokkal a baleset után Nikita hosszú távfutásba kezdett. 2023. novemberében mindössze másfél évvel balesete után lefutotta az első maratont. Így dicsőítette Istent és adott hálát neki, aki visszaadta az életét és az egészségét. Tartozom neki. Mindenemmel, amin van, neki tartozom. Nem tudtam járni, és most maratont futok. Mutasson ehhez hasonlót. Szerintem ez egyszerűen természet feletti. Jöhet bármi, megmarad a hitem, mert az Jézusban van. Én láttam azt, hogy vezetett ki minket Isten életünk legsötétebb időszakából minden egyes nap. Ő nem hagyott el minket. Reményvesztett perceinkben is közel volt. Ott volt velünk a legsötétebb időben is. Isten hűséges volt.